Rohanó világunkban jól esik olykor lassítani, például sétafocival, ahol kimondottan szabálytalan a futás. A Ferencvárosi Tornaklub először szervezett tornát a szakágat választó sportolóinak. 2020-ban kezdtük el a sétafocit, és azt, amikor még ugye két csapat játszott, vagy két, rajtunk kívül két másik klub indult, a Levski Szófia és a Láció, egy EU-s kis projekt keretein belül. Aztán annyira összekovácsolódott a csapat, hogy láttuk, hogy nagy a fogadókészség, és jelentkeztünk egy másik programra, amiben most már olyan klubok is részt vesznek, mint korábbi csoport ellenfeleink, például a Bayer Leverkusen vagy a Real Betis, de például nagyon népszerű a sétafoci Németországban a Schalke 04-nél. Ez az első torna, amit Magyarországon csinálunk, egy kis minitorna. Alapvetően az a célunk, hogy ebben a projektben etaponként egyre több szurkoló csatlakozzon, akár ferencvárosi szurkoló, akár próbálunk inspirálni ugye más klubokat is, hogy csatlakozzanak. Azért is örülünk, hogy erre a mai tornára, erre a mai eseményre már Debrecenből is jöttek szurkolók, összeállt egy csapat. Ugye azt kell tudni, hogy ez a mai torna, ez a Ferencváros-Debrecen OTP Bank Liga meccsnek a napján van, és ezután a résztvevők átmennek megnézni a meccset, miután egy kicsit szocializálódtak, meg lement a torna, úgyhogy igazából az egészség megőrzés mellett van egy nagyon komoly közösségépítő funkciója is ezeknek az összejöveteleknek. A csapatot eleinte a 65 évnél idősebbeknek szervezték, de ezt a korhatárt már kiterjesztették az 50 év felettiekre. A nemrégiben a bolgár Levskinél első nemzetközi tornáján is résztvevő gárdát Ódor Zoltán és Horváth Roland edzi. Utóbbi tartott nekünk egy gyors szabályismertetést. A szabályok 20-40-es pályán játszunk, most 2x1-es kapura, de egyébként 3x1-es kapura játszák a nemzetközi tornákon. Van egy 1x5 méteres gólzóna, ahova nem lehet belépni senkinek, se támadó játékosnak, se védőjátékosnak. Gólt csak az ellenfél tér feléről lehet elérni. Nincs benne magas labda, tehát ami egy méternél magasabbra pattan, azt meg kell állítani, és onnan jön a másik csapat egy szabadrugással. Csak sétálni lehet, tehát futómozgás nincsen benne, az egyik lábának mindig a földön kell lennie. Oldalról berúgod a labdát, és a szögleten is be kell rúgni, vagy a kornán is be kell rúgni a labdát a sarokból. 3 méterre állhat tőle a védekező játékos. Ezek a legfontosabb és legegyszerűbb szabályok, illetve ami nagyon fontos, hogy nincs kontakt benne. A csapatot eleinte férfiak alkották, de immár a női tagjai is vannak. Nagyon jó közösségbe sikerült bekerülnöm. Amióta megszülettem, ugye Fradi szurkoló vagyok, rendszeresen járok meccsre, és ez egy felejthetetlen élmény, amit itt kapok a csapattól, csapattársaktól. A tornát végül a vendég debreceni csapat nyerte meg. Világéletemben fradista lévén sem gondoltam, hogy egyszer lesz egy olyan csapat, amiben én is játszhatom, és nagyon jól érezzük magunkat. Hát az elején azért elég nehéz volt, úgyhogy de hát még most is bele sétálunk néha a kis gyorsabb futásba, úgyhogy de hát ezt lefújják, és akkor de próbálkozunk, hogy sikerüljön minél jobban megoldani. Mivel az idősebb korosztály sportja a sétafoci sajnos gyakrabban előfordul, hogy végső búcsút kell venniük egy-egy társuktól. A tornát megelőzően, valamint az FTC DVSC NB1-es bajnokin is megemlékeztek Szabó László csapatkapitányról, valamint Kis Istvánról és Salai Antalról. Hát ezt elég nehéz megélni, főleg úgy, hogy a Laci volt a csapattársunk, és ugye már két embert elveszítettünk. Lacival azért szorosabb kapcsolatban voltunk, legalábbis az alapító tagok, akik benne voltak, és hát ez a torna, a szófélyi torna, az nagyon összekovácsolt minket ilyen ügybe, és tényleg egyöntetően választottuk csapatkapitánya, és nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy már nem lehet köztünk.